Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetésekben. A mai napon egy nagyon aktuális témáról beszélgetünk itt a Fehérvár Televízióban. Ebben az időszakban megyünk el nyaralni, szerencsére most már lehetővé vált mindenki számára. Elvileg elmúlt a vírus, nyilván fenn kell tartani azokat az elővigyázatossági előírásokat, amiket a szakemberek, hatóságok, orvosok javasolnak, de ennek fényében, ennek tudatában mindenképpen tényleg egy-két nyugodt hetet el lehet bárhol, akár Magyarországon, akár pedig külföldön tölteni, ami általában nagyon-nagyon vidám és mindenkinek jól sikerül. Néha vannak azért bökkenők, persze, allergiás lesz az ember, rájön a fejfájás, hogy valamilyen gondja és problémája lesz. Ezért nagyon fontos, és egyre több helyen lehet olvasni, hogy érdemes utipatikát, vagy úgynevezett utipatikát összekészíteni. Hogy kell ezt összekészíteni, mi az, ami benne legyen ebben az utipatikában, azt elmondja nekünk mai napi vendégem, dr. Mosolygó Éva, házi orvos. Szia, köszöntelek téged! Szia, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Adás előtt beszélgettünk egy csomót már az utipatikáról, ugye általában női magazinokban lehet erről olvasni, ami nem mindig szakszerű, mert újságírók nyilván nagyon lelkesen összeolózgatják, összerakják, hogy mi az, ami legyen benne az utipatikában, de hát nem biztos, hogy ez szakszerű, azért szerintem egy szakembertől sokkal jobb megkérdezni, aki tényleg valóban tudja, hogy mi az, ami kell és mi az, ami szükségeltetik, hogy benne legyen. Igen, ez mindenképpen okos dolog. Egyébként valóban igazad van, és nagyon tudok ezt csatlakozni, hogy nagyon örömteli dolog készülni egy szabadságra, hiszen a klasszikus mintát követve a kis herceg óta tudjuk, és arra szoktunk hivatkozni, hogyha valami örömteli dolgot várunk, akkor már a várakozás ideje is nagyon jó. És hogyha ezt okosan már egy utipatikát összekészíteni, szintén lehet része az örömteli készülődésnek, de nyilván ez nagyon fontos szakmai szempontok kellene, hogy érvényesüljenek benne. És nagyon gyakran megkeresnek valóban a betegeim ilyen ötlettel. Egyrészt kérdéssel, egyrészt amiatt, hogy segítsek összeállítani, és akkor ők jegyzetelnek. Másrészt pedig nyilván ezek között azért van, ezzel el is árulok már egy kis titkot előre, van azért vényköteles gyógyszer is. De a logikát követve, ami egyértelmű, hogy azok az emberek, akik valamilyen krónikus betegség miatt rendszeresen szednek gyógyszert, az egyértelmű, hogy a szabadság idejére annyi napra, amennyi ideig a nyaralásuk tart, készítsék össze az állandó gyógyszerüket, plusz két napra, valamennyi kicsi tartalékot mindig vigyenek. És hát ez nem csak azért, mert mindenkinek elgurul néha a gyógyszer. Igen. De a vicces keretében nem csak azért, mert hogy elgurulhat a gyógyszer, jöhet valami váratlan hányás hasban is, amikor pótolni kell, vagy éppen valami váratlan esemény miatt meghosszabbodik az utazás, hogy ne kerüljenek emiatt bajba. Mert hát a krónikusan szedett, minden nap szedett gyógyszerek nagyon fontosak. És képzeld el, ma már a világnak szinte minden országában megvannak azok a hatóanyagok, amik nálunk, de azt megkeresni, azt megtudakolni, hogy abban az országban hogyan juthat hozzá, kell-e hozzá vény, vagy nem. Szóval nem érdemes ezzel tölteni a szabadság drága perceit, óráit. Az a legjobb, hogyha viszünk magunkkal egy kis biztonsági tartalékkal. Tehát legyünk felkészülve erre mindenképpen. Ez jó az a plusz két, ezt például sehol nem is olvastam, most rengeteg cikket elolvastam beszélgetés előtt, meg a rádióban is foglalkoztam, ezzel soha nem olvastam, hogy legyen nálunk plusz tartalék, és nem is gondolnánk rá egyébként, és tök fontos. Minden, amit most mondani fogok, nem ilyen nagy dolgok, hanem kis apró trükkök, odafigyelések, meg persze szakmaiság, hogy az orvosnak mivel ez az én szakmám, az én tudásom, igyekszem ezt úgy érvényesíteni a betegeimre, hogy közös felelősséggel ők is nyugodtak legyenek, és én is. Hát ilyen kis apróságokkal is sokat tudunk pontosítani, segíteni, a biztonságot szolgálni. Egy kicsi megjegyzés, ugyan most úgy beszélünk, mintha bármelyik év lenne, de azért én remélem, hogy a legtöbb ember ma Magyarországon nyaral ebben az évben, és szigorúan nem beszélünk vírusról, ez a műsor, ez nem erről szól, de hogy általánosságban beszélünk a nyaralásról, meg hogy Magyarországon is lehet máshová kerülni, de ez a tájékoztató, ez minden évben nyilván érvényesíthető. Persze, még annyi a vírust említetted, legyünk még ezzel. Úgy látom, az emberek most már, de én is benne vagyok ebben, nem nagyon foglalkoznak, mert én sem megmondom őszintén. Tehát most már az engedtem a higiénés szabályoknak, így a lazítása irányába elindultam, meg szerintem nagyon sokan. Figyeljünk azért még, vagy most már lehet azért lazítani? Valamennyire természetes, és jól esik a fellélegzés, és nagyon jó, hogy pont most nyárra
kaptunk egy ilyen értelmű kis szabadságot ebben is, és nyilván lehet lazítani, de én nagyon hiszem, hogy egy ilyen kis alapkészültség és alapóvatosság mindenkiben maradt. Uh-huh. Különösen az idegenekkel szemben, a családtagjainkkal kapcsolatban azért már oldódtak ezek a szabályok, de az idegenekkel szemben mindig legyen egy lépés távolság. Uh-huh. Ennyi kis óvatosság maradjon bennünk. Jó, és akkor az... már nem is beszélünk többet. Oké, akkor nem is lesz belőle gond probléma. Igen. Na maradunk az útipatikán, hát a krónikus betegek a gyógyszereket 2 napra legalább hagyjanak rá, tehát annyival többet vigyenek magukkal. Igen. Ez az első fontos. A következő jó tanács. Azok a betegek, akik ha rendszeresen, minden nap nem is, de időnként visszatérő, valami rohamokkal, fájdalmakkal járó betegségekben szenvednek, például akinek ismert epeköve van, de még nem operálták meg, nem távolították el, vagy egy ismert veseköves beteg, aki bármikor jöhet egy köves rohama, vagy egy migrénes ember, aki akár a helyzetváltozásra, vagy egy megváltozott alvásviszonyokra, vagy egy idegen helyen nem tudja kialudni magát, és az egy migrénes rohamot provokál. Ha már valaki ezt tudja magáról, hogy időnként ilyen visszatérő rosszulétei vannak, akkor azt a szokásos kis csomagot, amit olyankor beszokott venni, azt vigye el. Szintén órákat vagy napokat tud magának megspórolni vele. Nagyon praktikus, ha ott van az a csomag. És azok a betegek, akik ilyeneken átestek, már nagyon jól tudják magukról, hogy mi ez, csak ne felejtsék el azt a kis csomagocskát berakni. És akkor az így állandó gyógyszereken túl... Az alkalmiak következnek. Az alkalmiak következnek, valami közben jön a rendszerbe. Általmi evidencia, hogy láz és fájdalom csillapító. Ezzel 2 gyógyszercsoportot mondtam, de vannak olyan praktikus gyógyszerek, ami, és nagyon jól bevált gyógyszerek, amik úgy fájdalomcsillapítók, általános fájdalomcsillapítók, hogy a lázcsillapító hatások is remek, de... Választhatjuk külön-külön, vigyünk egy csomag lázcsillapítót, egy csomag fájdalomcsillapítót, ha valakinek más vált be. Ugyanis a fájdalom és lázcsillapítók területén nem csak a szakma ajánlásai vannak, hanem nagyon nagy szubjektivitás. Hallom a betegeimtől, hogy az egyik embernek az egyik típusú hatóanyagú fájdalomcsillapító válik be és veszi be szívesen, másik embernek az egyáltalán nem, vagy emberek vannak, akik szeretik az oldódós formákat, mások csak a gyorsan lenyelhető drazsi tablettát. Szóval ebben nagy egyéni szubjektivitás van, és szabadságuk is van az embereknek. Azt pakolják be, ami jól bevált, amit szívesnek vesznek be, és ezzel kapcsolatban csak egy kérésem van, hogyha valakinek van gyógyszerallergiája a családban, akkor azt kínosan vigyázunk, hogy olyat ne rakjunk be. Persze. Hogy nehogy ott a megzavarodott állapotban véletlenül is azt adjuk oda, hogy most ez van itt és vegye be, mert egy allergiás reakció nagyon el tudja csúfítani a helyzetet, meg hát akár életveszélyes állapotot is hozhat. Tehát láz és fájdalomcsillapító. A következő, amire nyaralás esetén, mivel most nyár van és nyári nyaralás útipatikájáról beszélünk, a napi égések. Egy picikét átfolyva a kozmetikum világába, ha egy nagyon enyhe kis pír a normális mennyiségben kapott napfény miatt akarunk valamit mégis használni, vannak nagyon remek testápolók, olyan speciális napozás után testápolók, amiben van egy picike bőrnyugtató. Jó esetben, hogyha nincs igazi napégés, akkor az legyen a trükkünk, hogy olyan testápolót vigyünk magunkkal, amit kifejezetten napozás után készítettek, és abban lévő kis enyhe, finom táplálóanyagok és bőrnyugtatóanyagok elegendőek, és akkor használja az egész család este a mosakodás után, zuhanyzás után ezt a finom bőrnyugtató testápolót. Azt érdemes akkor mindenképpen használni. Igen, mindenképpen, nyugtatót. Azzal nem ártatunk. És érdemes berakni egy igazi égés elleni szert, számtalan forma kapható, vannak rapid gél, hab, spré, kenőcs formában. Csak a hatóanyagot mondom, nagyon-nagyon kell vigyázzam, hogy nehogy kimondjak gyógyszernevet. De pantenol, ami egy égés gyógyító hatóanyag, nagyon sokféle készítményben van. Érdemes egy pantenol készítményt, tartalmú készítményt is berakni. Ami még tipikusan, akár ha a mi országunkban nyaralunk, reményeim szerint az idén igen. Biztos, hogy sokan lesznek persze. Igen. Mégiscsak a nyaralás egy másféle életforma, másképp étkezünk, vagy pedig majd másik nyarakon, amikor egzotikus országokban is nyaralunk, ott a más, nagyon különböző gasztronómia bizony hozhat váratlan meglepetéseket. Szokták mondani, hogy jó egyiptomi túra után azért vannak kihívások a szervezetben. Igen, vagy már közben, vagy és közben, akkor igen. Van a baj. A hányások, hasmenések ugyan nem olyan nagyon nagy baj, legtöbbször nem olyan nagyon nagy baj, nem mindig, néha azért hoz akár életveszélyes állapotot is,
De ha csak egy kicsi enyhe állapot, vagy egy gyomorrontás, vagy egy szokatlan étel, szokatlan fűszerezés okozza, nagyon meg tudja rontani a következő napokat, úgyhogy lehet, hogy ezzel így ki is lőjük a szabadságunk hátralévő napjait. Csak ilyet hallani egyébként. És ez okos dolog előre készülni rá. Igen, sokszor előfordul, de ha van nálunk kétféle dolog, akkor ez remekül karbantartható. Az egyik, és itt jön a szakmaiság, az a kérésem, hogy ne a durva hasfogót rakjuk be, ha valakinek van hasmenése. Azért nem, szintén nem mondok gyógyszernevet, mert a durva hasfogók arra valók, hogyha hirtelen meg kell állítanunk a hasmenést valamilyen célból, de nem a gyógyítás az csak az elsőleges célunk, akkor az remekül működik. De ha egy ilyen gyomorrontásos, hasmenéses állapotban egy hasfogót adunk, akkor az leállítja a bélmozgást, puffadást okoz, és nem gyógyul egyáltalán, mert az a béltartalom, ami igazából okozza ezt az állapotot, nem ürül ki, hanem bélflóra helyreállítót, ami a bélnek az önmagától való felállását segíti, és nagyon jól működik. A másik oldalról pedig ezzel egyidejűleg magnéziumot is kell pótolni, és hányingercsillapítót kell bevinni. Tehát ha egy ilyen hányingercsillapítós, magnéziumtartalmú gyógyszert veszünk be, és bélflóra helyreállítót, ezzel gyakorlatilag a gyomor-bélrendszeri betegségeket az utipatika szempontjából kipipálhatjuk. Tehát ezt letudtuk. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a hányingercsillapítókkal kapcsolatban azt szokták hinni az emberek, hogy van az úti betegség, ezt úgy is hívják amatőr nyelven, hogy úti betegség, amikor az autóban, a buszon valaki igen, rosszul sok van. Igen, sok kisgyereknél is előjön például. Főként a kisgyerekekre igen. jellemző. Az egészen más hatóanyag, amit olyankor kell adnunk, mint az a vitaminszerű hatóanyag, a piridoxin, amit az egyéb gyomor-bélrendszeri betegségekben adunk. Nem összetéveszendő. Mert ez nem az, ugye akkor az nem az gyomor-bélrendszerű. Nem az. Egyrészt a piridoxin általában nem hat az úti betegségre, és fordítva, tehát amit úti betegségben adunk, kérünk, az nem nem jó a gyomorrontásos esetekben. Érdemes erre okosan, tudatosan készülni. Ez jó, hogy mondtad egyébként, tényleg, mert ugye a család elmegy gyerekkel nyaralni, például nekem az egyik kislányom, tudom, egy órát bír ki, vagy de akkor is már megy a nyüglődés, hogy hány ingere van. Igen. Hogy az mitől van, meg hogy akkor azt, hogy és milyen úton, módon kezeljük, mert hogy az is felboríthat egy csomó mindent. Igen, ez azért úti betegség, mert attól van, hogy az egyensúly központ, ami a belső fülben található, gyakorlatilag az agynak a része, a központ irányításnak egy területe, és az biztosítja, hogy az egyensúlyban tudjuk tartani magunkat, hogy képben legyünk stabilan a tájban, és a útközben, amikor az autó mozog, és nincs stabil kapaszkodási pontja az egyensúly központnak, akkor egy ilyen kis zavar keletkezik, és amikor még fejletlen a központi idegrendszernek ez a része, akkor előfordul, hogy szükséges ezt így, azt mondhatom, hogy kilőni, ha nem is teljesen korrekt, ahogyan fogalmazok, viszont érthető. Igen. És ez a gyógyszer, amit erre találtak ki, ugyan egy picikét álmosít, de hát ez nem baj, hogyha útközben elszállnak a gyerek. Igen, azt mondom, hogy a gyerek az emberhez lehet beszélgetni. Igen. Egy picikét álmosít, de egyébként remekül működik, és azt mondhatom, hogy az én tapasztalatom szerint, ami a saját és a családom és a betegeim óriási halmazát jelenti, a tapasztalataim szerint szinte 100%-osan működik. Érdemes erre figyelni. Ezt megfogadom én is, ezt jó, hogy mondtad. Meg jó, hogy megkérdeztem, és jó, hogy említetted. És az adagot előtte tisztázni, mert túl lehet lőni. Igen, baszik már gyerek egy hete, föl kéne már kezdeni. Igen. Igen, nehogy egy ilyenbe belefusson. Igen, átalussza a nyarat. A következő terület, amire figyelnünk kell az útipatika összekészítésekor, a sebek, rovas csípések, allergiás reakciók. Mivel idegen helyre megyünk, bármivel találkozhatunk, ami allergiás reakciót vált ki a bőrön, vagy éppen egy szénanáthás típusú allergiát provokálhat, ez csak röviden egyféle antihisztamint érdemes betakrakni a patikába, a csomagunkban. Korábban a kálcium mindenhatóságáról szóltak. Tehát ezt akartam kérdezni, kálciumot említsük meg. Tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Ma már az a tudományos tény, hogy nem segít. Ennek ellenére én nem akarom minden áron lebeszélni a betegeimet, ha valaki nyugodt attól, hogy ott van benne egy kálciumtartalmú gyógyszer, akkor rakjon be, de egy antihisztamin az, ami szakmailag korrekt, és amitől igazán hatás várható, hiszen az allergiás reakció az egy olyan kaszkád, amit az antihisztamin blokkol, azzal, hogy a hisztamin felszabadulást blokkolja, és a tünetekért a hisztamin nevű kis gonosz anyag felelős a szervezetünkben.
Kicsi okay. sebekre, minimális kis ilyen gyors csapaszokat, kikezdett lábra. Szintén a nyaralás meg tudja rontani, hogyha a vizes, izzadt lábunkat a szandál kikezdi, ezért némi mennyiségű kis gyors tapaszt szintén időt nyerünk vele, ha nem ott kell patikát keresgélnünk. Ez fontos dolog. És még van egy kritikus terület, amiről beszélni szeretnék, nem akarom kikerülni, és egy vallomással tartozom, antibiotikum. Én azt az utat választottam, még ha szakmailag nem is vagyok rá teljesen büszke, de talán a megoldás szempontjából igen, mégis, mert megoldásra törekszem. Nem szeretném ugyanis azt, hogyha a betegeim saját maguktól az otthon elfekvő antibiotikumokat beraknák, és maguktól szednék. Ezért én azt a félhivatalos utat választom, de vállalom, hogy bizony, hogyha a betegeim engem fölkeresnek, hogy vigyenek-e antibiotikumot és mit, akkor átbeszélem velük, kétféle hatásspektrum antibiotikumot szoktam javasolni, különböző hatásspektrummal, különböző esetekre, és meghagyva annak a lehetőségét, hogy keressenek engem, hogy segítsek az internetes bármilyen fórumon, vagy telefonon, segítsek a döntésben, hogy kell-e, vagy nem kell, vagy helyese most. Ugyanis, ha én irányítom, és én írom fel, akkor én figyelek rá, hogy olyan antibiotikumot vigyen magával mindenki nyaralni, ami nem fényérzékenyít. És ez is most itt a szakma képviselete, ugyanis, ha csak úgy, ami otthon van elfekvő antibiotikum, azt visszük el, vagy megmaradt, akkor az könnyen előfordul, és nem szoktak gondolni rá az emberek, de miért is gondolnának, hiszen ez nem az ő tudásuk kell, hogy legyen, hogy vannak antibiotikumok, több is, ami fényérzékenyít. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy indokolt, hogy szedjem, és odáig nem is baj, hogy elkezdik szedni az emberek, de ha napra mennek vele, mivel megjelenik a bőrben, a vérben, olyan bőrgyulladást lehet kiváltani csak magával az antibiotikum szedés által, ami szintén tönkretesz. Ezt hogy elmondta, szerintem ezt kevesen tudják szerintem. És ezért jó, hogyha az orvos irányítja ezt, és inkább biztonságos antibiotikumot vigyen, és távolról irányítsa az orvos, mindenkinek a saját házi orvosa, irányítsa, hogy beszedje, vagy ne szedje, segítsen a döntésben. Ebből a székből megkövetem a kollégáimat, mert én tudom, hogy akinek nagyon sok betege van, annak nagyon nehéz minden nyaraló betegnek ígérni egy segítséget, de tudom, hogy nagyon-nagyon sok lelkismertes kollégám csinálja velem együtt, mert hogy ez közös nyugalom, az betegeim is nyugodtabbak, én is nyugodtabb vagyok, hogyha ők biztonságban vannak. Én elérhető vagyok akkor is, amikor a betegeim nyaralnak, vagy amikor én nyaralok. Ilyen tanácsadás az nem fáj nekem, szívesen segítek. És én hiszem, hogy azt kell minden emberben kialakítanunk, hogy bízzon a házi orvosában, és kérjen segítséget, hogyha elakad a gondolkodásban, hogy legyenek biztonságban, és ezzel is legyenek, tegyik szebbé és gondtalanabbá a nyaralásukat. Igen. A másik, amit szerettem volna kérdezni, ugye gyomorrontás, de hát azért a bulikon nyaralásokon szokott lenni dajdajozás, tehát italozás, több Igen. esetben cefet mennyiségben, ugye abból egy elég szép másnaposság. Hogy ezt hogy kezeljük? Nyilván nem kell berúgni, de hogyha valaki mégis túlmegy ezen, vagy átesik a ló másik oldalára, akkor mit csináljon, hogyha cefet másnapos? Az utika patikát illetően kérdezett, gondolom. Az egyik nagyon-nagyon fontos ágynyugalom, sok-sok-sok folyadék. Nem tudom, érdemes egy teljes másik napot rádozni arra, de ez már mindenkinek egyéni joga eldönteni. Igen, ha igen. mégis megesik a dolog véletlenül, akkor rengeteg folyadék. Egyrészt azzal forszírozzuk az alkoholmaradék kiürülését. Folyadék. Hányás csillapító, hány inger csillapító, akkor ha hányás nincs is, de hány inger csillapító csodákat tud lenni, és magnéziumpótlás. Ez a trükk. Húsleves? A húsleves mindig mondják, hogy az mindenható. Folyadék. Nem árt a húsleves, folyadék legyen az élények, nem szénsavas folyadék. A másik, a gyógyszereket úgy bepakoljuk, meleg van, hogy milyen hőmérsékleten, vagy hol tároljuk ezeket? Tűző napon ne legyen, okos kérdés. Pláne, hogyha gyerek is van velünk, és ezek között a gyógyszerek között szirup is van, a szirupokat hagyjuk a papírdobozában, mert az már jelent egyfajta fénytelen fényvédelmet, ne dobjuk el a papírdobozt, másrészt azt sosem tartsuk a tűzőnapon, és minden, itt csak a szirupok a kérdések, a tablettáknak nincsen baj ilyen szempontból, mindig nézzük meg, hogy tartható-e szobahőmérsékleten az a szirup, amit elviszünk. És milyen jó, hogy mondod, mert erről meg az jutott eszembe, hogy a készülődést egy héttel a menetel előtt el kell kezdeni. Pontosan azért, mert hogy ezek között vannak vényes gyógyszerek, hogy legyen idő ezt beszélni az orvossal, elérni az elfoglalt orvost, kiváltani a patikában, ami szükséges. Szóval ez ne akkor történjen. És még egy másik jó tanács, hogyha valakinek van már egy kis okos szett,
amit visz magával utazásra, vegye elő időben, és nézz át a lejárati időket. Igen, ez fontos szintén. Kocsiba mit pakoljunk? Ugye indulunk, elvileg ugye több esetben messzire, messzebb, akár több száz kilométerre. Kocsiba mi az, ami legyen nálunk mondjuk így a nyári melegben, és mondjuk fontos lehet esetlegesen, hogy víz. Folyadék, víz. Ez a legfontosabb. Semmi más. Meg ha valakinek van úti betegsége, ez a hány inger, akkor azt az egy gyógyszert be az autóba. Indulás előtt egy fél órával érdemes bevenni. Tehát fél órával vegyük be, és akkor az elvileg hat már addigra. Akkora már hat, igen. A másik... Hosszabb időt, az alkalmazási előírat a hosszabb időt mond, de az én tapasztalatom az, hogy egy fél óra alatt ez már hatni kezd. Ezt a nézőknek mondom, lesz majd egy olyan műsor is a doktornővel, ahol a nyári betegségekről beszélgetünk, és ez némileg oda sorolható szerintem a következő kérdésem. Utazunk ugye a klíma. Ugye erről pár szót szerintem érdemes még szólni, hogyha már ugye utazunk. Igen. Minden klímával kapcsolatos orvosi oldalon, műsorban csak az óvaintés hangzik el. Igen. Most is történjék meg, mert ez a helyes. Azt a szabályt biztosan hallotta te is, azt sokan tudják. Sokkal kevesebben tartjuk be, hogy a kinti hőmérséklet mínusz 5 Celsius fok. Arra érdemes a klímát beállítani. De mindenkinek van nyilván egy komfort hőmérséklete, ami jól érzi magát. Nagy egyéni különbségek vannak, valaki egészen jól bírja a meleget. Minden esetre nagy-nagy különbséget nem szabad tartani a kinti hőmérséklethez képest a klíma által beállítva. De azért ne felejtsük el az előnyös oldalát is mondani, hogy az rendkívül sokat segít a közérzetünkön, megelőz sok hányingeres esetet, sok fejfájást, hogyha nem izzadunk és rosszul vagyunk önmagával a melegtől. Alapvetően nem tiltott a klíma, arra vigyázunk, hogy ne direktbe a bőrünkre fújjon, ne a szemünkre fújjon, hogy ne szárítsa ki a szemünket, mert akkor a szemszárasság miatt akár egy gyulladt szemmel érkezhetünk meg az adott nyaralásra, az sem illdomos, hogy ne közvetlenül ránk, hanem semleges területre, az autó oldalára fújja lehetőleg a klímát, és akkor abból baj nem lesz. És a klímatisztítás nagy kérdése. Igen, igen. Hallottam már olyat is a klíma kapcsán, lehet, hogy városi legenda, egyik ismerősöm mesélte, aki általában nem szokott mellé beszélni, hogy volt valami ismerőse, egy anyuka, cefet módon levette a klímát, itt Fehérváron történt, kiszállt a nagy melegbe, aztán elájult. Ilyen előfordulhat egyébként, vagy azért ez nem jellemző? Ugye a nagy hőmérséklet különbség miatt. Igen, nagy hőmérsékletkülönbség akár okozhat is ilyet, de ez nem azt jelenti, hogy valószínű, hogy bárhonnan ment volna hirtelen a melegbe, akkor elájult volna, ugyanis a meleg, itt nem az a baj, hogy bent klímát használt, hanem az a baj, hogy kiszállt a nagy melegbe, és ezt úgy teszem érthetővé, hogy a melegben értágulat alakul ki, és hirtelen az értágulat, ha értágulat van a periférián, az azt jelenti, hogy a szívhez képest a végi részeken, kvázi a végtagokban, akkor abban hirtelen bele tud esni a vérmennyiség, az a 4,5 liter körülbelül vér az értágulatba, és akkor nem jut elég oxigén, nem jut elég keringés az agyba, és az okoz egy ájulás érzetet. Önmagában ez csak akkor veszélyes, ha megüti magát, mert furcsán hangzik ez, ahogy mondom. Mindenesetre az óvatosság, nem kell megijedni, fel kell emelni a lábát, és akkor az ájulások legnagyobb része ártalmatlan. Minden esetre arra felhívja a figyelmet, abban igazad van, hogy klíma, akkor ha megállunk és kiszállunk, aki erre érzékeny, az egy kicsit nyissa ki az ajtót, aklimatizálódjon, tehát a nagy különbséget valahogy egy átmeneti állapottal, egy kis türelmes várakozással az autó szélén ülésen üldögélve hidalja át valahogyan. Igen. Évi, köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk a rengeteg tudnivalót, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, és mindenkinek gyönyörű, gondtalan nyaralás feltöltődést kívánok. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.